Amikor az embert elűzte az Éden kertjétől keletre, odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az életvágyához vezető utat. Teremtés könyve, 3. fejezet, 24. vers. Fejezzük hát be. A kút. Lehet, hogy csapda. Az hát. Mit évők legyünk? Át kell törnünk. Thank you.
ya svakta vokol, liba yuk me il totile, tas tohola chile la te, cho ches chus tais lok, si el kush le al. Már közel vagyok. Mit csinálsz te itt? Gyere, sétálj velem. Dolgoznom kell. Leesett a hó. Igen, tudom, de várnak rám. Gyere, Tomi. Easy, kérlek. Sajnálom. Tényleg. Este találkozunk, jó?
Kérlek, hagyd magamra! Nem tudom, hogy végződik. Mit csinálsz te itt? Gyere, sétálj velem. Dolgoznom kell. Leesett a hó. Igen, tudom, de várnak rám. Gyere, Tommy. Izzy, kérlek! Sajnálom. Tényleg. Este találkozunk, jó? Izzy! Várjon! Dr. Crio, Antonio már úton van. Donovant felnyitottuk. Az életfunkciók stabilak. A fenébe. Jöjjön! Mit mondott Hataszer? Csak azt mondta, hogy vigyen magát a műtőbe. Antonio? Még nincs itt. Hívja. Várj. Antonio küldi az Emeryket, ő még a laborban van. Brini is Manny. Hol van Antonio? Még mindig agresszív a növekedés. Nagyon gyorsan nő. Mi az, hogy nem tudod? Keresd meg, várjuk! Több mint 50 percen nyitva van. Már az udvaron van. Az in vitro eredmények? Nem kérdeztem. Várja meg a liftnél és hozza ide. Mikromanipulátor 42 fok. Mediolaterális szög 72. Rendben. Hogy vagy, Donovan? Bírod meg? Nem jó. A specificitás jó, de továbbra is nő. Bezárjuk? El kell altatni. Miért? Ha most nem kap hatékony kezelést, a tumor végez vele. Ne, várjon! Mi az? Emlékszel arra a tavalyi etnobotanikai vegyületre? Melyikre? Egy fából vettük. Egy közép-amerikaiból. Ez az. Natul Tortuosa, 82A46, guatemalai. Sok száz évig él. Volt mintánk, de nem tudtuk szaporítani, szemzéssel sem. Ez az. Mi történik itt? Add a vegyületedhez. Hasonló a szerkezetük, szinte egymás tükörképei. Manny, hozza a mintát! Várj! Nem értem. Képzeld őket egymás mellé. Összefonódnak, mint két szerető. Felül van a nő. Kiegészítik egymást. Ha összekapcsolódnak... Ez az? Gyerünk! Dr. Crio, nem végeztünk toxikológiai vizsgálatot. Nincs semmi alatt. Donovan a műtőasztalon fekszik. Ha nem teszünk semmit, meghal.
Mennyi idő kell? 2 óra. Tartsák altatásban. Még sosem láttam ilyen mintát. De mihez kapcsolódik? Nem tudom. Valamihez a gyorsan növő területen. Adjuk be. 075. 1-1-25. Pecskendő kész. Add ide. Fénykérő. Lejjebb. Befecskendezik sok. Beadva 23.57-kor. 23.57. Jól van, Donovan. Minden rendben lesz. Mi van, kapitány? A gyűrűm. A gyűrűm? A jeggyűrűm. Hova tette? Ide, ahogy mindig is szoktam. Valaki leverhette. Tommy? Igen? Válthatnánk néhány szót? Egy pillanat. Mit keresnek? A gyűrűmet. Oda tettem. Itt kell lennie. Tommy, beszélnünk kell. Menj csak, megtaláljuk. Tommy. Aggódom. Tessék? Beszéltem Bettyvel. Jaj. Magánkívül volt. Tiltott műtétet hajtott végre. Ez nem igaz. Donovannek beadott egy szert, amit még nem tesztelt. Nincs más esélye. Már éppen el akartuk altatni. Elvehetik az engedélyünket, ahogy én is a magáit. Meggondolatlan. Nem lát tisztán. Talán jobb lenne, ha pár napig otthon maradna. Töltsön egy kis időt Izivel. Miatta vagyok itt. Izzy? 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 Nagyon vicces. Mit csinálsz itt ki? A csillagokat nézem. A padláson volt a távcső. Gyere be, megfagysz. Szeretnék mutatni valamit. Gyere már! Nem vagy ilyen vén trotty. Jól van. Gyere. Nézd bele. Látod? Az aranycsillagot? A csillagköd, ami egy haldokló csillagot vesz körül. Attól lesz aranyszínű. Mi van? Tanultam róla. Mikor? Még a gimiben. Persze. A maják Sibalbának hívták. Sibalbának? Uh-huh. Az a holtak világa. Oda távoznak a holtak, hogy újjászülessenek. Miért mondasz ilyeneket? Erről írok. Erről szól a könyvem. Nem Spanyolországról? Ott kezdődik. És ott végződik. Befejezted? Majdnem. Mikor olvashatom el? Egy nap szétrobban, meghal és új csillagok születnek belőle. Érdekes, hogy a maják egy haldokló csillagot választottak túlvilágnak.
Annyi egészséges fénye van az égnek. Miért a haldokló kellett nekik? Hol a cipőd? Izzy! Na jó, gyere, menjünk be. Meg ne fagy, csak óvatosan. Na, majd én beviszem. Lassan. Izzy! Ne. Ezt megérdemelted. Befelé. Vörös hajó a nő? Tessék. A műtőben maradt. Nem bírod kivárni, látom. Csak vicceltem. Főzök egy kávét. Várj! A szivacs! Felforrósítanád. Hívom dr. Lipland. Ne, nagyon félek. Sajnálom. Egy ideje így van már. Mi? Nem érzem sem a hideget, sem a meleget. Miért nem mondtad el? Azért, mert másként érzek. Belül. Másként érzek. Minden percben. Másként érzek. Tomi! Istenem! Ne félj szívem! Itt vagyok, itt vagyok. Mindig, mindig itt leszek. Mindig itt leszek. Ellen, itt Tomi. Tomi,
Hogy van, Izzy? Tudsz holnap fogadni minket? Mindjárt megnézem. Kösz. Ideje elolvasnod. Hey. 3 óra? Korábban nem megyek. A kút. Operálok. Jó, értem. Rendben, kösz. Kösz, Ellen. Szia. Holnap délután vár. Érdekel, minket. Hogy mit gondolsz róla? De még nincs kész. Nem teljesen. Nevet fel. Hello? Kapitány. Antonio, mi baj? Gyere be. Mi történt? Donovan, még sosem láttam ilyet. De jól van? Remek, de... Mondd már el, hogy mi történt. Nem hinnéd el. Ezt látnod kell. Gyere be, most azonnal. Nem lehet, most nem. Donovanre! Mi történt? Nézd meg! Egy körül bejöttem, hogy megnézzem Donovant. Hol van Donovan? Ő az. Hogy? Ez nem lehet. Majdnem begyógyult a sebe, nő a szőre. Én sem hittem el, de van jobb is. Elvégeztünk néhány tesztet. Donovan jól teljesített. Nagyon jól. Megnéztem a régi felvételeket. 2-szer olyan gyors, mint a múlt héten. Fokozott idegi tevékenység látható az öregedéssel kapcsolatos területeken. És a tumor? Nincs változás. A növekedés állandó. Nincs se negatív, se pozitív hatás. Értesítsük dr. Guzettit azonnal. Nem. Antonio, készíts új koktélt. Ugyanaz a fa legyen az alapja. Micsoda? Nem térünk el a kísérleti tervtől. Egy pillanat. Ez orvosi áttörés. Nagy felfedezés. Elemeznünk kell, megismételni. Érdekes eredmény, de a kísérletek tárgya az agytumor és nem az öregedés. Tudom, de... Elég. Készítsétek elő a következő alanyt a műtétre. Szívében.
szabad. Az eretnekek. Hallottak és birtokukat átadták szentségednek. Ítéletedre várnak. Az ország újabb szelete lett az enyém. A királynőnek nem lesz hatalma fölöttem. Nem marad neki más, csupán a bűnei. Mi a szándékod vele? Ő is vallani fog, és aztán... ő is meghal. Kapitány, a királynő. Bekerítették. Az inkvizítor vért kíván. Akkor hát nincs több időnk. Mit cselekszünk? Riaszd a királynőt. És te, mire készülsz? Túl nagyra nőtt. Nem szabad megölnöd. Nincs más választásunk. Ez az egyetlen remény. A testünk, a lelkünk börtöne. Bőrünk és vérünk csupán cellánk vasrácsai. De ne féljetek, a test enyészetté lesz. A halál mindent hamuvá tesz. A halál megszabadít minden lelket. Ti, kárhozottak, bevallottátok, hogy védtetek egy olyan királynőt, aki kiforgatta Isten szavát, és bűnbe folytja az országot. A királynőtök a földön keresi az örök életet, a hamis énet, ez eretnekség. A hiúság felé vezet benneteket, eltávolít Istentől, ostobaság, mert létezik a halál. Miért jöttél? Gyere! Nem! Menj! Vidd a királynőt! Ő küldött, hívott téged. Még nem végeztem itt. Ne! Thomas, ne tedd! A királynő audienciára hív.
Miért csész hű alatt való? Spanyolon oly gyenge lett. Az ellenség belülről pusztítja, egyre szívja erejét. És én nem védtem meg. Ez szégyen. Nem mert szánni Spanyolhont. Sötét idők ezek. De a legsötétebb árnyat is legyőzi a reggeli napfény. Igaz. Hűséget késztet arra, hogy bármi áron megvéd országunkat. De öngyilkosság megölni az Inquisitort. Európa hadat üzenne. Én még nem vagyok kész a halálra. Hát te? Spanyolhonért igen. Tudom, conquistador. Tudom. Bátorságot talán megmenthet bennünket. Ugyanis van egy tervünk. Van még remény. Remény? Atyám? Ávila atya vagyok, Szent Ferenc rendjének tagja. Rendünk hűséges a királynőhöz. Atyám. Távozzatok. Conquistador, ismerd meg hát az okot, amiért az Inquisitor kereszteltör a trónra. Egy éve már, hogy Ávila atya visszatért Új-Spanyolországból. Oly hatalmas titokkal, mi megszabadíthatja a világot a zsarnokságtól. Spanyolhon mindennél jobban vágyja egy kincset. Az Inquisitor pedig mindennél jobban fél tőle. Nem voltunk hajlandók feladni a kutatást, ezért ő erőszakkal próbál térdre kényszeríteni minket. Nem félemlített meg. És most legyőzzük. Ez a reményünk. Ez a tőr. Vallási rítusoknál használták. Egy halott maja paptól vettem el. Nézd a markolat mintázatát. Látod? Ez egy térkép. Elvezet a maják legnagyobb titkához. Nagyobb, mint Chichen Itza városa, nagyobb, mint Yakchian, nagyobb, mint Tikal. Itt középen, a maja civilizáció szívében megtaláljuk az eltűnt piramist. Nem. Nem eltűnt. Elrejtett. A maja mítoszok elrejtett piramisát. A mítosz szerint Szent Piramis áll a föld bölcsőjénél, ott, ahol az élet született. Különleges fasarjatott. Azt mondják, aki iszik nedvéből, az örökké él. Örökké él? Az országot könyörtelen ellenség kínozza, és te így pogány mesékkel hozakodsz elő? Nem mese. Ne feledd. A Bibliában is ez áll. Az írás szerint két fa áll az édenkertben. A tudás fája, s az élet fája. Ádám és Éva parancsot szegve evett a tudás fájáról. Az Úr elűzte őket, és elrejtette az élet fáját. Thank you.
lehetséges? Jöjj, konkisztador. Engedd be a napfényt. Megszabadítod a spanyolot. Esküszöm életemre, becsületemre. Ez a gyűrű emlékeztessen az esküdre. Viseld, mikor megtalálod az énet. Mikor visszatérsz. Én Évád leszek. Együtt örökké élni fogunk. Izzy! Izzy! Hát itt vagy. Mit keresel te itt? Háromkor vár a doki. Ez egy eredeti maja könyv. A teremtés mítoszt magyarázza. Nézd, ez itt ősapa. Az első ember. Él még? Nem, feláldozta magát, hogy megteremtse a világot. Az életfája a hasából sarjad ki. Gyere, menjünk. Figyelj! Testéből lettek a gyökerek. Azok formálták a földet. Lelkéből születtek az ágak, azok formálták az eget. Nem maradt más, csak ősapa feje. Gyermekei az égre tűzték, és így született Csibalba. Csibalba? A csillag? A csillagköd. Na, hogy tetszik? Micsoda? Az ötlet. A halál, mint egyfajta teremtés. Ide állok a kocsival. Easy! Közel vagyok. Nem. Szó sincs róla. Vannak lehetőségek. Ellen. Kisebb rohamod volt. A tumor elérte az agytörzset, gyorsan nő. A következő... Nem. Nem.
megvan az áttörés. Dolgozom még rajta, aztán meggyógyít. Csak kell még egy kis idő. Érted? Van remény. Ez komoly remény. Tommy. Egy cseppet se féltem. Tudom. Nagyon erős vagy. Van idő. Van még idő. Van-e a hippokampuszban fokozott neurotizmus? Hé, mi folyik? Tommy, meghívtam Dean Ketterit és Dr. Handel. De mit csinálnak itt? Antonio és Betty megmutatták... A szinoptikus növekedés meghaladja a 13%-ot. Donovan agya olyan, mint 12 évvel ezelőtt. Akkor 6 éves volt. És a tumor? Világos. Kérem. Tommy. Kérem! Kérem, várjanak meg az irodámban. Rendben? Megyek én is. Thomas, szeretnék beszélni magával. Majd a műtét után. Menetszés. Tommy. Dr. Lipper hívott. Izzy jobban van. Holnap reggel kiviszik az intenzívről. Ha végeztünk, készíts elő Kájt. Hagyd, majd én megcsinálom. Mégis hogy képzeli ezt? Nem hagyhat így félbe egy kísérletet. Meg kell ismételni, aztán megerősíteni. Megerősíteni, hogy a tumor nő, addigra meghal! Rohama volt. Nagyon sajnálom. Most hogy van? Stabil. Ki van vele? Egyedül van? Pihennie kell. Senki nem talál fel egy gyógyszert egy nap alatt. Kérem, gondolkozzon! Nem oldhat meg mindent! Bízza rám, hogy mit teszek és mit Izzy nem! Izzy mellett a helye! Miért van itt? Mit gondol, mi a francért?
Menjen be hozzá. Lili, kérem, bocsásson meg. Ugyan már. Nagyszerű lány. Megkérné Henryt, hogy ismételje meg az emerét. Persze. Köszönöm. Szia. Szia. Itt a könyved, ha dolgozni akarnál. Hogy vagy? Jól. Sajnálom. Mit sajnálom? Jól halad a munka. Én konkisztadorom. Mindig győzni akar. Ez óriási eredmény. Teszteltük. Az a tiéd. Az enyém. De mi az? Nyisd ki. És tinta, hogy írhass. Csak az utolsó fejezet hiányzik. Segítened kell. Hogyan? Fejezd be. Nem tudom, hogy végződik. De tudod. Tudni fogod. Elég. Emlékszel Moses Moralesre? Kire? A maja idegenvezetőre. Az utadról? Igen. Az utolsó estén az édesapjáról mesélt, aki meghalt. De ő nem hitte el. Izzy! Ne, figyelj! Figyelj! Azt mondta, ha ki akarnák őt hantolni, nem találnák. Egy magot ültettek a sírra. A magból fa lett. Mózes szerint az apja része lett a fának. Belenőtt a fába. A virágba. Egy fecske evett a gyümölcséből. És az apa a fecskével repült. Azt mondta. A halál a beteljesülés útja. Így mondta. Beteljesülés. Tudod, amikor az utolsó fejezettel próbálkozom, csak ez jár az eszemben. Miért mondtad ezeket? Azért, Tommy, mert én már nem félek. Megkértem Lilit, hogy a farmra temessenek el. Kattapa! Velem kell maradnod. Tommy, itt vagyok veled, nézd! Mindig veled leszek. Ígérem. Ma éjjel velem maradsz. Igen. Maradok. Thank you.
A felhőn túl egy haldokló csillag van. Nem sokára Sibálba meghal, amikor felrobban, te újjászületsz. Kivirágzol. És én élni fogok. A szerzetes egymagában áll. Bevezet minket. Csak mi maradtunk. A többi társunk már halott. Megölte őket. Ez az őrült kutatás. A papot meg kell állítani. Kapitány, eltévedtünk. Az öreg szerzetes meséi mind hamisak. Nincs itt már semmi remény. Csak a halál. Elterveztem a visszautat. Gyáva vagy. Ne!
Nem kell térkép! Közel vagyunk. És megtaláljuk. Kapitány! Kapitány! Atyám? Kapitány! Mi történt, anyám? A dzsungelben. Igen, atyám. A markolat mintázata. A tőrön. Ugyanaz! Ugyanaz? Mint amit a kövön láttam! Válasszatok! Most haltok meg, vagy az oldalamon harcolva. Viseld, mikor megtalálod az életet. Mikor visszatérsz, én Éván leszek. Izzy! Izzy! Gyerünk, Izzy! Izzy! Izzy, gyerünk! Kérem, üljél hátrébb! Izzy, kérlek! Kérlek! Uram! Izzy! Uram! Izzy! Kérem! Vegessék ki! Kérem! A defibrillátor. Töltve! Húzós! Sajnos esik vérnyomás. Soha sem láttam ilyet. Antonio nem érte el? Tessék. Donovan, a tumor kisebb lett. Úgy tűnik, megvan a gyógyszer. Izzy! Uram, már késő! Gyerünk, gyerünk! Uram, gyerünk, kérem, hagyja abba! Gyerünk, gyerünk, uram, Izzy! Gyerünk, uram! Gyerünk! Megöltem! Uram, Isten! Jaj, ne! Ereszel! Uram, ereszel! 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 Ereszel már el! Thank you.
életünkben azért küzdünk, hogy teljessé váljunk. Hogy méltón mehessünk el. Elérjünk egyfajta megnyugvást. Nem sok embernek sikerül. A legtöbben úgy távozunk, ahogy jöttünk, rugdalózva, bömbölve. De valahogy Izzy, bár fiatal volt, elérte ezt a megnyugvást. Utolsó napjaiban teljessé vált. Béke töltötte el. Tommy! Tommy! Hagyj abba! A halál egy betegség. Olyan, mint a többi. Van rá gyógyszer. Van gyógyszer. És én megtalálom. Dr. Clio?
Dr. Creel, mondták, hogy bejött. Mindent kérek, amit tudunk arról a fáról. Minden részletet. Jól vagyok. Minden rendben. A Donovan áttörés lesz az alap. Abból indulunk ki. Arra építünk. Megállítjuk az öregedést. A haldoklást, ez a cél. Emerik, minták, tesztek. Munkára. Lássunk munkához. Itt vagyunk. Hagyd abba! Mit akarsz tőlem? Hagyd már magamra! Kérlek, Izzy! Úgy félek. Mondd, megszabadítod-e spanyolot? Nem tudom. Próbálom, de nem tudom, hogyan. Tudod. Tudni fogod. Tudod. Tudni fogod.
Mit csinálsz te itt? Gyere, sétálj velem. Dolgoznom kell. Leesett a hó, ilyenkor... Már várnak rám. Gyere, Tomi. Izzy, kérlek! Sajnálom. Tényleg. Este találkozunk, jó? Izzy! Várjon! Dr. Creo, Antonio már úton van. Donovant felnyitottuk. Az életfunkciók stabilak. Jöjjön! Menjünk! Dr. Creo, hová megy? Izzy! Izzy! Ya sbatta bocco li bayuk menil totiletta sto colalci le l'alte. Li la che le hais velal sakilallo sile. Si valva! Ushabu, shalin kaku. Uyubu it narokum nihaot.
királynőm. Most már örökre. Együtt leszünk. Minden rendben? Igen. Minden rendben. Magyar hangok. Miller Zoltán, Hámori Eszter, Timár Éva,
Kristóf Tibor, Németh Kriszta, Király Attila, Schneider Zoltán, Becz István, Revicki Gábor, Fazekas István. Magyar szöveg Jó Eszter, hangmérnök Erdélyi Imre, vágó Majoros Eszter, gyártásvezető Sarodi Tamás, szinkronrendező Tabák Kata. A szinkront a Forum Home Entertainment Hungary megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.